Üdvözöljük a csatorna nézőit, homi perceink következnek. Sziasztok! Mit csinálunk? Ma ledszalagot fogunk okosítani. Bűvölünk ledszalagot. Bűvölünk. Hozd be kérlek a ledszalagot, Gergő. Kiválasztottuk ledszalag. A csoport legolcsóbb tagját. Ez egy Zigbee is, Philips Hue kompatibilis, meg egyéb rendszerekkel is kompatibilis, többek között ami hőn szeretett foamy prongkal is kompatibilis. És hát nézzük. Egyszer már unboxingoltuk az előző videóban, de azért most újra unboxingoljuk. Hogy egyfajta ilyen beüzemelést is lássatok. Így üzemelünk be ledszalagot. Ehune. Nyilván rögzíteni most véglegesen nem fogjuk. Tehát, na, van egy tápegységünk, azt kérlek, vedd le a kábelt róla. Alássam, kérsz? Alássam. Alássam a tekintélyedet. És... De a tiédet már nem lehet. Azt már nem. Hát de, tudod, alulról már nincs lejjebb, szóval... Onnan már könnyen beszél az ember. Tehát, ide szeretnék kérni, majd. Légy készenlétbe, légy szíves. Jó. A gyutacsot majd... intézd. Tehát van itt egy ledszalagunk, amit most itt kifogunk. Hát csak kell ez a dolog ide. Ezt nem lehet kihagyni egyik adásból sem. Késmánia. Igen. Jó, és itt ragasztva vagyunk? Vagy mi történik? Továbbra is készelétben állja? Csovábba is. Csovábba is? Csovábba is. Jó. Na tehát, van a itt egy kis két méteres ledszalagunk, aminek ez a vége, meg ez a vége, így van, ez a legvége, mert hogy itt ugye teljesen le van zárva, ez látható. És akkor ezt szerintem így fogjuk csinálni, hogy demonstrációs célra is alkalmas legyen ez az adás. A végtelenbe kifuttatjuk. Így van. Két méter erejéig legalábbis. És ezt már most applikálhatod. Ugye itt nagyon fontos, nyílakra figyelünk, de itt ugye csak nincs hogy nyíl. Itt nincs nyíl. Ne várj, ne törd el! Soha ez. Ne törd el egy szalagot. Tehát amelyik a többféle jelölést látunk, ugye onnan tudjuk következtetni, mert sajnos egyébként nincsen rendesen megjelölve, hogy írja, hogy WBGR, ugye ezek a színek, értelemszerűen a nyíl, az a pozitívat fogja jelölni, tehát az a DC24 volt, és itt jól látszik, ott azon a végén nem, de hát értelemszerűen ez itt fog végigfutni, tehát a nyílnak ebbe kell belemennie, tehát fordítsd meg. Úgy. Oké. Akkor van egy installált LED szalagunk. Igen. Van egy LED vezérlőnk. Van egy készenlét beállított gergőnk. És egy előbb konfigurált homing. Jó, hozzáadunk egy eszközt. Ezt az eszközt, ami Sunreacher, és ez is például az, meg vannak dimmerek, meg egyéb ledszalag vezérlők, ami Sunreacher, azt az Easy Lighting appal lehet a homival működő képessé tenni a legkönnyebben. Ez abból adódik, hogy mint említettük, ugye a Sunreacher az egy OEM gyártó, tehát a saját márka nevét nem írja rá, vagy a saját nevét nem írja rá sose a termékeire, és ezért létrehoztak egy kvázi ilyen consumer brandet, aminek ezt a nevet adták, ezért az applikáció is erre a névre hallgat. Ezért az Easy Lighting appot mi már telepítettük egy korábbi adásunk miatt, és itt nagyon egyszerűen van megcsinálva, nem úgy, mint a klasszikus esetekben, tehát nem az van, hogy az adott cikkszám, vagy az adott termék megnevezést kell kiválasztanunk, hanem a funkcióját kell kiválasztani, mert ugyanazt a csempét, vagy eszközt használjuk akkor is, hogyha most ez egy RGB izzó lenne, vagy egy RGB más ledszalag vezérlő, mint ez, ezért csak arra kell rá, vagy arra kell odafigyeljünk, hogy a ZG jelöli a Zigbee-t, és ez egy Zigbee-s eszköz, ezért egy Zigbee Color Light-ot kell hozzáadnunk a rendszerhez, ami ez lesz. És annyira egyszerűnek kell lennie, hogy itt csak áramot kell most. Eljött az idő? Eljött az idő. Remegő kézzel, és komoly elvárásokkal. Jó. Na, egyből karácsony lett a stúdióban. Egyből pulzál is, és már hozzá is adja. Ez ismerős lehet azoknak, akik a Philips Hue-hoz szoktak, mert ott is ugyanez a metódus. Nem kell igazából
semmilyen párosítási aktivitást csinálni, nem kell gombokat nyomkodni, nem kell semmit csinálni, a Philips Hue-nál se. Az a lényeg, hogy párosító módba tesszük a központunkat, hubunkat, és legelső helyzetben, amikor még le van reszetelve, lényegi faktori reszet állapotban van az eszközünk, akkor csak áramot adunk neki, és ő olyankor, amikor először áramot kap, abban a pillanatban párosító módba lép magától. Hogyha ezt meg akarjuk még egyszer csinálni, akkor le kell reszetelni lényegében, és akkor is, hogyha először áramot adunk, akkor az első 10-15 másodpercben ő hajlandó lesz párosodni bármilyen központtal is, amelyik párosító módban van. Jó, tehát hozzáadtuk, ez játszik könnyedséggel ment, könnyedén tudjuk vezérelni, választhatunk neki egy jó kék színt, egy jó ciklámen vagy lila, lehet, hogy ebbe te vagy jó a színek megnevezésébe, piros, stb. Jó, és akkor nézzük meg, ugye értelemszerűen fehéret is fogunk tudni belőle kérni, ezt a fehéret tudja ez a szalag. Oké, automatizáljunk valamit. Legyen mondjuk az, hogy ha a fényerő bizonyos szint alá esik, akkor felkapcsolódik a lámpa. És hogyha bizonyos szint fölé esik, akkor meg lekapcsol. Nézzük. Nagyon egyszerű lesz. Mivel, hogy már van telepítve nekünk egy olyan mozgásérzékelünk, ami fényt is mér, ezért be tudjuk vonni ezt a szenzort. Az első kártya, az, a trigger az az lesz, hogy amikor megváltozott a fényerő, és itt nekünk a stúdió fürdőjében lévő Friend Motion Sensor Pro-ban van fénymérő, ergo ki tudjuk választani, hogy amennyiben a fény, a környezeti fény megváltozott, és itt egyébként egyből egy lokál taget fel is hoz, ami itt lesz érdekes a következő szekcióban, ugye az end-nél felhasználhatjuk keresés nélkül a lokál tageket, abban az esetben, hogyha logicra, ha logicot választjuk, és ugye itt az lesz a kérdés, hogy ha alacsonyabb a fényerő, mint X, akkor kell ugye az akciót elindítani, tehát valami kevesebb, mint, és amikor rányomunk erre a tagre, akkor a lokál taget itt mutatja is, hogy luminance, de egyébként ki is kereshetjük, ugyanez a Motion Sensor Pro Luminance, ez pont ugyanaz, de ő ezt idehozza, hogy könnyebb legyen nekünk kezelni. És betesszük mondjuk azt, hogy teszem azt 100 lux alatti érték esetén. Ezt egyébként mindenkinek saját magának otthon a szenzorának az elhelyezkedésétől, az ablakainak a fényáteresztő képességétől, a benapozottság. Tehát ezt ki kell tesztelni otthon, hogy pont hány lux az, amitől már kell. De van valami segítség? Tehát hogyha például ezt benne akar igazodni az ember. Csak teszt. Tehát ezt minden okos otthon telepítőnek ahova leteszi a szenzort, ugyanabban a szobában, ha bevilágít a fény, és a szoba egyik sarkába vagy a másik sarkába teszem ugyanazt a szenzort, két különböző értéket fog adni. Tehát... Oké, de valamilyen sorokkövek, persze csak vannak, hogy a 100 lux az mondjuk a... Az egy középérték. Hát, az egy közepes értéknek felel meg. Tehát nálam például, de szenzorja is válogatja az a baj. Tehát kiteszel egymás mellé két különböző márkájú szenzort, és 10-20 luxok lehetnek az eltérések. Oké, de egy százas skálán a 10-20, az már csak 10-20% eltérés. Ez igaz. Hát, hogy valamilyen ökölszabály. 100 környékén már van fény egyébként. 100 környékén már azért van fény. Akkor mi az alacsony? Mondjuk, ami már szürkület. Hát ilyen 20 lux alatt nekem az a tapasztalatom. De volt olyan szenzorom, aminál 6 lux alatt kellett. Azért kérdezgetem, mert tehát, mit akarok otthon automatizálni. Akkor kiválasztod a kedvenc szenzort, ami majd kell. Egy ilyen szenzorom van éppen, amiben... Motion Sensor Pro? Aha. Na, hát ki kell tesztelni. Mert mondom, hogyha a szobában olyan helyen van a szenzor, ahova nem sok fény esik, de ugye valahonnan egy világosabb részéről esik, akkor nagyon nem mindegy, hogy hol van. Én nem úgy akarok automatizálni, hogyha egy bizonyos lux érték alá esik, a szürkület, akkor kapcsoljanak be bizonyos fények. Igen, itt is követően. Ugyanez a metódus, amit most bemutattunk a nézőknek. Igazániból úgy tudod megcsinálni a legegyszerűbben, hogy berakod a szenzort a helyére, és az ma ott van. Bemész oda akkor, amikor először eszedbe jut, hogy na, itt már kéne fény. És akkor megnézed, hogy most hány luxot mutat. Na, erre voltam kíváncsi, csak ki varázsoltuk a nyulata. És utána be fogsz állítani egy automatizmust, és utána még finom hangolni fogod. Tehát oké, de ez egy jó ötlet, tehát egy adott pillanatban, amikor te már úgy érzed, akkor megnézed, hogy mi az az érték, mert hogy ugye azt mutatja a szenzor. Oké, megválaszoltam. Most köszönöm. Itt ez egy demo jellegű 100 lux lesz, és akkor azt mondjuk, hogy kapcsoljunk egy éjszakai fényt, teszem azt. Oké, akkor kiválasztjuk a kis lámpánkat, ZG Cololite néven van itt most fent, és akkor azt mondjuk neki, hogy dim to,
nem is tudom, éjszakai fény gyanánt, akkor legyen 15%, adjunk neki egy durationt is, mert ugye szépen ne csapja oda, hanem mondjuk én, egy másodperc alatt állítsa 0-ról 15%-ig, és tegyünk bele egy delay-t, már pedig azért, mert nem tudhatjuk, hogy milyen színen hagytuk ott ezt a LED-szalagot legutóbb, mert lehet, hogy valamire beállítottuk, és hogyha most kéken hagytuk legutóbb, akkor éjszaka kéken fog bekapcsolni. Az nem jó. Ezért én beteszek ide egy egy másodperces delay-t, és először beállítom azt, hogy fehéren világítson nekem mindenképp. Tehát úgy fogom indítani, hogy fehéren menjen. Jó, és akkor azt mondja, hogy set temperature. És a temperature az legyen a legmelegebb. És ehhez nem teszek delay-t. Jó. És akkor lementem. Nightlight néven fog ez futni most, ilyen esetben. Teszteljük le. Még egy dolgot felejtettünk ki, mert ugye honnan tudja a rendszer, hogy mi alszunk? Egy változót kell létrehoznunk a rendszerben. Például a mozgásérzékelőt felhasználjuk arra is, hogy ha az adott helyiségben nem érzékel. Nincs mozgás. Attól függetlenül nem biztos, hogy mi alszunk. Lehet, hogy ülünk a tévé előtt és nézzük. Uh-huh. Ezt úgy lehet a legegyszerűbben megcsinálni, hogy amikor mi nyomunk egy good night-ot, tehát egy good night szenáriót lefekvéskor. Ha van, ezt még előtte létre kell hozni természetesen, de ugye ez jellemzően arra szolgál, hogy lekapcsoljon minden lámpát, meg redőnyöket lehúzza, ha valami nyitva maradt, meg egyebek. Tehát ez egy jellemzően olyan szenárió, amit az emberek használnak. Abba bele kell tenni azt, hogy egy változót, itt most már bemegyünk egy kicsit a bonyolultabb automatizmusok felé, egy darab változót azt állítson át. És ehhez létre kell hozzunk egy változót, ami legyen az, hogy sleeping mode. Ami nem text alapú lesz, hanem yes or no, és most yes-en is hagyom, tehát most éjszakai módban lesz ez a változó. Egyébként ezt kell nekünk az automatizmusba yes-re állítani akkor, hogyha elmegyünk aludni. Mm-hmm. Pontosabban ugye az az automatizmus ezt is yes-re teszi. Reggel valahány óra akkor, amikor meg kikelünk, akkor meg az első mozgásra mondjuk ezt kikapcsolja, és akkor meg más lesz a felállás. De a lényeg, hogy a Nightlight-omba én még beteszem azt ide, hogy a Logic-ba a sleeping mode az legyen yes. És innentől fogva ez a 15%-os indulás csak akkor fog elindulni, ha mi alszunk. Uh-huh. Ez már egy kicsit összetettebb szenárió. Akkor mi most ugye yes-be tettük, egyébként kikapcsolhatnánk ezt a dolgot. Oké, akkor teszteljük le az automatizmusunkat. Ehhez annyit megteszek, hogy mint egy élethelyzetben, mondjuk előtte ment valamilyen fényerőn, teszem azt 50%-on, és mondjuk amúgy mi beállítottuk ezt pirosra, teljesen mindegy. Kikapcsolom, ugye ilyenkor, hogyha én visszakapcsolom, ugyanazon az állapoton jön vissza. De most mi szeretnénk tesztelni az előbb említett automatizmust, amikor megváltozott a fényerő, amit ugye most tesztelni fogunk, beállíthatjuk, hogy milyen fényértékkel teszteljünk. Ha mondjuk az mi szenzorunk éppen 90-et mér, akkor kevesebb, mint 100, és szépen be is állt, és nem pirosan jött vissza, ahogy jött volna vissza. Hanem először beállított a fehérre, és utána felhúzta. És utána húzta föl. Pontosan. Tehát mi nem is láttunk piros fényt, mert mielőtt bekapcsolta, feldimmelte, átkapcsolta. És akkor tesztelhetünk olyat, hogy hát ez egész gyorsan szaladt föl ez a fény. Mi lenne, hogyha a durationben mi betennénk 3 másodpercet, mert az egy megnyugtatóbb indítás. És hogyha én ezt most így tesztelem le, és ez megint legyen 90, az egyszerűség kedvéért, akkor ilyen szépen indítja el 15%-ig. Ez ennyi. Ez körülbelül ennyi. Ezt még lehet egyébként szintén tovább cizellálni, mint az égvilágon mindent az okos otthonban, de ebbe az adásba ennyi fért. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, remélem, hogy viszonylag érthető, átlátható, feldolgozható volt, amit a Gergő az imént automatizmus címszóval itt leművelt a stúdióba. Hogyha ennél kicsit bővebben szeretnétek bármilyen
okos otthon témában, ami már eddig leforgott, majd az elkövetkezőben fog forogni, informálódni, akkor hallgassatok minket a podcast csatornákon, gyakorlatilag majdnem bármelyik podcast csatornán, szintén okos otthon labor név alatt. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőgombot, lájkoljatok, és ha lehet, akkor hagyjatok kommentet, legyen az pozitív vagy negatív, mindenből tanulunk. Így van, nem köszi tudok szépen. Mit hozzátenni. Sziasztok! Hello!